nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. A mai műsorban Karinthy Frigyes és Böhm Aranka kapcsolatáról fogunk olvasni. Nyári Krisztián Így szerettek ők című könyvében így elemzi rejtélyes kapcsolatukat. 1920-ban a 27 éves Böhm Aranka egy szánkóbaleset miatt ki sem mozdulhatott a szobájából. Barátnőivel telefonbetyárkodással szórakoztatták magukat, az újságírókört tárcsázták és írókat kértek a telefonhoz. Először Szépernőt hívták, de ő nem volt a klubban, a második író azonban felvette a kagylót. Így indult Karinthy Frigyes és Böhm Aranka viharos szerelme és még viharosabb házassága. Aranka éppen válófélben volt orvosférjétől, de rövid ismeretség után felajánlotta kezét a nem sokkal korábban megözvegyült írónak. Még abban az évben oltár elé álltak. Mindketten egy-egy gyereket vittek a házasságba, de közös fiúk is született, Karinthy Cini. Folytonos veszekedéseik és nagy kibéküléseik a nyilvánosság előtt zajlottak. A feltűnően szép és okos nőnek a férfiak nehezen tudtak ellenállni. Ő pedig nem is akarta, hogy ellenálljanak neki. Fiatalon Adi is a szeretői közé tartozott, Karinthyval való házasságuk alatt pedig mások mellett Zuckmann Béla hegedűművész és férje titkára, Gratzner József rejtvénykészítő. A legtovább tartó, legemlékezetesebb kapcsolata Déri Tiborhoz fűzte, aki pusztító szerelmük történetét Ítélet nincs című regényében írta meg. Sok kortárs visszaemlékezéseiből számító és kacérnő alakja rajzolódik ki, aki úgy trónolt a Hadik kávéházban udvarhölgyei között akár egy keleti hercegnő. A hozzá közel állók, így Németh Andor vagy Devecseriné Guti Erzsébet azonban úgy vélekedtek, hogy ezt a képet Böhm Aranka festette saját magáról. Utóbbi így jellemezte barátnőjét. Aranka testének ellenállhatatlan nemi sugárzása, s vele feleselve borotva éles gúnyos szelleme, olyan párbeszédet folytatott, amelyet a kiművelt ember fő is tetszéssel hallgatott. Elvégezte a pszichológia szakot, később letette az orvosi vizsgát, és rendelőt nyitott. Praxisa nem ment túl jól, de a mindennapos társas életben is hasznát vette tudásának. Mikor megkérdezték, miért csap patáliát a férje félrelépései miatt, amikor ő maga sem hűséges, ezt válaszolta. Elég gyalázat, hogy tűri, én nem tűröm. Komolyan gondolta, amikor egy ízben férje talált magának egy alkalmi szeretőt, és elköltözött a Verpeléti utcai lakásukból, Aranka megmérgezte magát, a bűnbánó Karinthy pedig rohant hozzá kibékülni a szanatóriumba. A sok nyilvános botrány után az írót megkérdezték, a sok veszekedés hűtlenség ellenére mi köti Arankához. A kíváncsiság, mondta az író. Az, hogy kiszámíthatatlan és sohasem unalmas, hogy nem tudható, mi lesz a következő lépése, mint amikor egy vadász párducra vadászik és ráfogja fegyverét, de a csütörtököt mond, és a vadász utána ugrik egy késsel a kezében, ott harcolnak életre, halálra, menekülés nincs. Az egyiknek bele kell döglenie, különben nem érdekes a játék. A folyamatos félrelépések mellett állandó vita téma volt közöttük a család anyagi helyzete is. A feleség elvárta, hogy férje magas életszínvonalat biztosítson a számukra, de a pénzt éppen úgy nem tudta megbecsülni, mint az író. Lakásuk éjjel-nappal nyitva állt a vendégek előtt, a rendszeres összejövetelek felemésztették a házas pár pénzét. Ezekről a konfliktusokról Karinthy gyakran írt, mindenki számára dekódolható módon, a lapokban is, amivel megint csak kiváltotta Aranka haragját. Egymás kölcsönös kínzása ellenére az író ragaszkodott feleségéhez. Te buta, furcsa, édes és rettentően keserű, aranyos és szép és csúnya és tehetséges, nyugtalan, te nagy, nagy baj és nagy öröm a világon, nagy szerencsétlenség az én egész fejemben.
A kegyetlen játék 18 évig tartott. A házas pár 1938-ban 26 hónappal az író agyműtéte után Siófokon nyaralt. Karinti szürcsölve itta a kávét, Aranka pedig a többi vendég előtt rápirított. Úriember nem csap lármát a feketéjével, neveletlen kamasz. A jelenetből szóváltás, majd pohártörésig fajuló jelenet keveredett. Az író dühösen felment a szobájába, és egy óra múlva agyvérzésben meghalt. Aranka élete végéig magát vádolta. Még 6 évet élt, folyamatos nélkülözések közepette. 1944-ben a kórházból vitték el, ahol dolgozott. Már a vagonban a férje nevét kiáltozta, hiába. Az auschwitzi rámpán arra hivatkozott, hogy orvos, de félrelökték. Egyesek szerint Mengele megismerte, mint egykori bécsi kollégáját, de ez inkább legenda. Szemtanúk szerint felpofozta az őt őrző keretlegényt. Azonnal lelőtték. Karinti Frigyes tanár úr kérem című kötetéből A lányok. A lányok a Vadász utcába járnak. Egy órakor gyakran találkozunk velük, tarkán sereglenek ki a körútra, vihognak és sugdolóznak, cofjukon piros és kék pántlik a fityeg, hárman négyen összefogóznak, egymásba karolnak, az egyik halkan súgva mond valamit, hangosan kuncogni kezdenek. Ellenségesen és értetlenül és irigyen nézem őket, vajon miféle butaságon nevetnek folyton, és mit csúdolóznak? Ha két lány összejön, mindjárt csúdolózni kezdenek. Ismeretlen dolgon nevetnek, elkomolyodom és gyanakodva, rossz érzéssel húzom föl a szemöldököm, valami profán, cinikus, tisztátalan dolog van a világon, amiről csak ők tudnak, és mindig arról beszélnek. Gúnyosan, alattomosan néznek rám, és elszaladnak. Vajon mi lehet az? Mert valamit tudnak, amit én nem tudok. Különben buták és tehetetlenek, növényt és bogarat nem gyűjtenek, bélyeget se. Leideni palackot nem csinálnak, se magdeburgi féltekét. Egyszer napfogyatkozás volt. A hold árnyéka elhaladt a napkorong előtt. Napokig készültem rá, üveget kormoztam, és dobogó szívvel vártam a csillagászok által kijelölt időpontot. Mikor a fényes tányérba beleharapott a fekete csorba, ujjongva is áhítattal kiabáltam, és kezemben a kormos üveggel kerestem valakit, akinek elmondjam, hogy milliárd kilométernyire mi történik odakünt. Csak két lány ismerősöm volt, a másik szobában befutottam, és lelkendezve hívtam őket, hogy jöjjenek gyorsan, mert a pompás színjáték csak percekig tart. Nem lehetett rávenni egyiket se, hogy az utcai szobába átjöjjenek, valami butaságon vihogtak, csúfoltak engem, ugyan hagyj bennünket, mondták.
Dühösen és gesztikulálva magyaráztam, hogy milyen nagy és ritka tüneményről van szó, és hogy mindjárt vége lesz, de azt hiszem csak arról van szó, hogy átjöjjenek az utcai szobába, kiabáltam elkeseredve. Valami kétértelmű ostobaságot feleltek, egy szón megint vihogni kezdtek, nem jöttek át, nem nézték meg. De vajon mi lehet az? Mert van valami velük, valami van, amit mindenki tud, csak én nem, ami miatt úgy bánnak a lányokkal, mint valami kiváltságosokkal, és ezt ők tudják. Még egészen kicsike voltam, amikor a rokonai milyeneket mondtak nekem, hát állva hagyod a kis kisasszonyt, és te leülsz? Nem szégyelled magad? Milyen gavallér lesz belőled? És nekem fel kellett állni a kényelmes székről, hogy a csipkébe öltözött kis majom leülhessen. Az arcom égett a szégyentől és haragtól. Miért? Micsoda ostoba jogtalan igaztalan előny. Ha pofon vágnám, leesne a székről. De hát ő pofon vághat és megalázhat engem, csak azért, mert ő gyengébb, és így lovagiasságból nem üthetem vissza? Hát nem látják, hogy ő tudja ezt, és kinevet bennünket, és kényelmesen elterpeszkedik? Miért, miért? Mi lehet ez? A lányokat nem bántja senki. Taknyos másodista korukban már magázza őket a tanár. Nem kapnak barackot a fejükre, udvariasan beszélnek velük. A felsőbbistákat pláne kisasszonynak szólítják az iskolában is. Fiatalabb tanárok előre köszönnek nekik az utcán. Hallatlan. Szelítség, gyöngétség veszi körül őket. Én meg tegnap egy olyan bruszfekket kaptam verekedés közben, hogy egész nap nehezen lélegzem. Ha elmondanám, azt felelnék, úgy kell, miért nem vágtad pofon? Nem szégyelled magad? Tehát ő kezdte, tanár úr, hát engem nem véd senki. Nem szégyelled magad? Egy felnőtt fiút védeni kell? Micsoda katona lesz belőled? Azám, katonaság. A tornaórán szabad gyakorlatokban, felvonulásokban készülünk rá. Ez kemény dolog lesz, tudom. Eleget hallottam róla, hideg prics, borjú a hátamon, alét menetelések, puskai szurony, hiszen szép lelkes dolog, tudom, vágyom is rá. De hát miért csak mi? A hazát meg kell védeni. Aki nem kockáztatja életét a hazáért, gyáva és becstelen. Hát ők miért nem gyávák és becstelenek? Eszükbe sem jut kockáztatni az életüket. Ezek vihognak és pipiskednek, mégis senki sem mondja, hogy ők gyávák és becstelenek, sőt. Inkább eszményül állítják elénk. Meg kell védeni a nőket, a gyenge nőket. Királyért és hazáért és a nőkért. Hát a lányok királyok. Miért, miért, miért? Miért mindenütt mindig ez a kivételezés, ez az extravurst, ez az elnézés, miért? Miért? A villamosban fel kell állni nekik. A legjobb falattal őket kell megkínálni. Ha lejtenek valamit, úgy állnak ott hanyagul is kényelmesen, mintha a természet törvénye volna, hogy azért nekem kell lehajolni. 18 éves koruktól kezdve már kezet csókolnak nekik, mint az öreg püspököknek, akik munkában és áldásban töltötték életüket. Jobb oldalra kell engedni őket az utcán. Tehát miért? Mit nyújtanak ők? Mit tesznek? Miért kell tisztelni őket, hiszen műveletlenek, ostobák, lusták és dologtalanok? Mulatságban dőnek fel, férhez mennek, attól kezdve a férjük dolgozik helyettük, eltartja őket. Szabad egyet váltottak az életre azzal, hogy megszülettek, még nekünk véres verejtékkel kell kiverekedni, minden percünket újra és újra bebizonyítani, hogy jogunk van az élethez. De hát miért, miért, miért a fiúk valami szégyenletes és ostoba dologról fecsegnek az iskolában? Nem, az képtelenség. Ostobaság nem lehet. Itt valami titok lappang, az bizonyos, de az őrültség az lehetetlen, hogy az legyen a titok. Hiszen az egy puta vicc, egy gyerekes játék, hiszen ennél csak érdekesebb a Torricelli féle űr, vagy egy leklansé elem. Miért, miért? Érzem, hogy egy napon meg fogom érteni, félek ettől a naptól. Ezen a napon keveredem majd el a szürke tömegbe. Ezen a napon jövök rá, hogy én is az vagyok, amik ezek itt, akik szembe jönnek velem az utcán. Ezen a napon el fogom felejteni az osztályt, a leklansé elemet, a növénygyűjteményemet, és el fogom felejteni önmagam. Thank you.
Karinti szemléletmódját árnyalandó most két költeményt hallhatunk, melyek pár versek és kifejezik a két költő életérzésbeli azonosságát. Szerintem Adi Szeretném, ha szeretnének és Karinti Előszó című alkotásában a két lírikus közölni akar valamit, valami lényegeset és mélyen személyeset. A szemérmetlen szemérmesség művészi attitűdjét érzékelhetjük mindkét alkotásban. Adi saját kirekesztettségét, fensőbbségét és megalázottságát fogalmazza meg, hiszen hiába különleges és titokzatos, magányosabb, mint bárki, hiszen egyetlen vágya, hogy legyen valakié. A művész általában is vágyik az elkülönülésre, de a társakra is, csodálatra, de a közönséges ember boldogságára is. Az ihletadó élmények kínszenvedésből születnek, a költemények pedig szeretett vágyból. Nem is foglalható össze a lényeg másképp, mint kapaszkodás a semmibe. Karinti Előszó című versének alapélménye ugyanez. Kibeszélni a titkot, amelyért megszületett. A szerelem, halál, humor, Isten, általános emberi érzések. Ezek rejtélyének megfejtése töltötte ki az életét, s a végén bevallja, hogy léte és művészi szándéka azonos volt minden ember küldetésével, hogy hirdesse Krisztus örömhírét, a szivárványban megjelenő békét, a létezés csodáját. Adi Endre, Szeretném, ha szeretnének. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, északfog, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden. Önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének. S lennék valakié. Lennék valakié. Ugyanezt az érzést Karinti így fogalmazza meg. Karinti Frigyes, Előszó. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön minnyájatoknak egyenként külön a titkot, ami úgyis egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy, meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem vérben és mocsokban. A szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, add tovább. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is súgni akart, csók lett belőle. A másik jéggé dermedt, megfagyott, elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett hitetlen, nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyerekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van, de nékem ő égő csipke fenyérben meg nem jelent, se borban és kenyérben. Hiába vártam sóvár irigyen, nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak, és sokszor jobb lett volna lenni rossznak. Mert álom a bűn és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság, hogy itt vagyok már és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él. Mindenkinek rokona, ismerőse, mindenkinek utódja, őse, nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Elmondom én, elmondanám. De béna a kezem, s dadog a szám. Elmondanám az út, hova vezet. Segítsetek hát, nyújtsatok kezet. Emeljetek fel, szólni, látni, élni. Itt lent a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam, és nincs harangom. Itt lent a porban rossz a hangom.
Egy lába mellemre lépett, eltaposta. Emeljetek fel a magosba, egy szószéket a sok közül kibérelek, engedjetek fel a lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd, nem én, de úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt, nektek, kiket szerettem, állván tátott szemmel, csodára várván, amit nem mondhatok el senkinek, amit elmondok mindenkinek. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt. Adásunkat meghallgathatják és letölthetik a szentistvánrádió.hu letöltések oldalán.